Ez a Miriéé, meg az Annáé. A 6 éves Elza büszkén mutatja testvérei felújított szobáját. A Sztojka család történetét tavaly júniusban mutattuk be televíziónkban. A felvizesedett, bepenészesedett falak között akkor még 9-en laktak 2,5 szobában. Ez mára megváltozott, hiszen riportunk elkészülte után rengeteg segítséget kaptak a nagyszülők, hogy normális életkörülményeket tudjanak teremteni a nevelő otthontól megmentett 5 unokájuknak. Nagyon sok adományt kaptunk azóta építettünk másfél szobát, rendbe raktuk a régi házat, nagyon sok segítségünk van, pestiek, vidékiek, a Szexárd Körültve csoport nagyon sokat segít rajtunk, rengeteg adományozóink vannak, építőanyag, azt mondom, havi szinten bevásárolnak élelmiszert, nagyon sok felajánlásunk van. A Körültve Szexárdért nevű Facebook csoport egy olyan civilekből álló közösség, akik Tolna megye egész területén segítik a rászorulókat. A nagymama azt mondja, több adományozóval már szinte baráti kapcsolatot ápolnak. Van, aki napi szinten érdeklődik a gyerekek és a család iránt. A kicsik is hálásak a támogatóknak, hogy segítették őket, így gondtalanabbul élhetik meg a gyermekkort. Most belaktam az óviból, és megyek az iskolába. Azóta, hogy utoljára forgattunk náluk, és az adományok érkezni kezdtek, a nagyszülők és a gyerekek egy igazi családdá kovácsolódtak. Amíg csak 5 éves Anna segít, a kicsik közül a legtöbbet az asszonynak. A gyerekom a Miri után a játékokat, meg tegnap segítettem a mamának összegalcolni itt a kertbe a műzét, és a Miri után mindig elpakolok. A jó akarók azt tanácsolták a nagymamának, hogy nevelőszülőként gondoskodjon tovább a gyerekekről, hiszen az több anyagi támogatással jár, ami egy újabb segítség lehet a család fenntartásához. Levizsgáztam nevelőszülőiből, megvan a működésengedélyem, még hátra van a gyámügy és hercehurc, az egy kicsit hosszabb, de remélem nem sokára, mint nevelőszülő, úgy fogom nevelni az unokáimat, és akkor anyagilag is jobbak leszünk, jobban állunk. Első riportunkat 2020. június közepén készítettük a családdal. Azóta a nagymama bevallása szerint gyökeresen megváltozott az életük. Most 8-an élnek 4,5 szobában, élelmiszer és ruhaadományt is kapnak. Az asszony azt mondja, a gyerekek boldogok, és már nem szenvednek hiányt semmiben, neki ez a legfontosabb. Azt azonban hozzátette, hogy ez segítség nélkül nem ment volna.